Ezeken a felvételeken a Hablány budapesti katasztrófáját láthatják. A 2019-es balesetben 27-en haltak meg. A Baranyai Határszél Egyesület búvára is kutattak az eltűnt emberek után akkor. A feladatunk, amikor bekövetkezett a tragédia, az volt, hogy ezen Pakstól a határig tartó szakaszon a rendőrséggel együttműködve figyeljük a Duna ezen szakaszát, és ha esetlegesen olyan na találkozunk, ahova merülni kell, meg kell nézni személyeltűnés vagy találással kapcsolatban, akkor azt mi meg tudjuk tenni. Ez egy héten keresztül tartott, 24 óra éjjel-nappal váltásban jöttünk. Testek után kutattak a vízben a tragédia után, de nem csak ez a feladatuk. Ha a rendőrség felkéri őket, akkor a vízimentés minden területén bevethetők. Ebben segít a most beszerzett nagyobb hajó, amit hivatalosan szerda délután adtak át az Egyesületnek Mohácson. Ez a nagyobb hajóval már folyamon is, ugye a Dunán, az erősebb folyású Dráván is akár roncsokat tudunk úgy kiemelni, hogy ténylegesen meg tudunk tartani és húzni is tudjuk. Itt a roncskiemelésnél autóról is beszélünk természetesen, amit ballonnal tudunk kiemelni, megmerüljük a roncsot, rátesszük az emelő ballont, kiemeljük, és ezzel az erősebb hajóval már tudjuk vontatni is. Pályázati pénzből tudták beszerezni az új eszközt a terület országgyűlési képviselőjének támogatásával. Kellenek profik, akik ezekben a váratlan helyzetekben is képesek segítséget nyújtani, és ez a Beremendi Egyesület, ők ilyenek. Nyilvánvalóan rendőrökkel és a hivatásos katasztrófa védelmiekkel együttműködve, de ilyenek. Tehát az ember, amikor az igényükkel találkozott, egy kicsit úgy éltem meg, hogy nem hogy kutya kötelessége, én vagyok, én érzem magam megtisztelve, vagy a körzetemben vannak ilyen civil szervezetek, akik még erre is képesek, őket minden módon segíteni kell. Hát ennek az eredménye ez a kis hajó. A civil alappályázati keretéből támogatták az Egyesületet a képviselő javaslatára. Az új kis hajót használtan vették, közel 4 millió forintos pályázati pénzből jutottak hozzá a Határszél Egyesületnél.